Sziasztok és üdvözöllek benneteket egy újabb gameplay videóban, amiben el fogom kezdeni a Life is Strange harmadik fejezetét. Hát eléggé szíven talált a második fejezet, megmondom őszintén, ezért is van az, hogy kihagytam egy kis időt és nem játszottam, mert tényleg nagyon, nagyon nagy hatással volt rám, és tényleg ez az egész játék hihetetlenül nagy érzelmi hatással van rám, úgyhogy most tényleg ezért is nem tudtam egy pár napig, vagy egy-két hétig játszani a játékkal, viszont most már nagyon szeretném tovább csinálni, nagyon várom, hogy láthassam a folytatást, és annyit szeretnék kérni tőletek, illetve azoktól az emberektől is, akik most moderátorként működnek a csatornán, hogy olyan jellegű kommenteket se írjatok, kérlek, hogy nagyon figyelj oda XY-ra, mert az fontos lesz később. Én azt gondolom, hogy ez is spoiler, az életben sem szól rád senki, hogy figyelj ezzel meg azzal az emberrel, ez meg az fog történni, figyelj rá oda. Tehát ezek olyan dolgok, amik magadtól kell, hogy jöjjenek. Úgyhogy ezért kérlek benneteket, hogy ne írjatok ilyesmit, illetve ha bárki ilyesmit ír, akkor azt a moderátorok le fogják törölni, mert tényleg nem szeretném előre tudni, hogy mi történik. Majd szólok nektek Instagramon, amikor már végigjátszottam az egészet, mert az előbb lesz, mint ahogy kijönne a végigjátszás, és akkor már nyugodtan írhattok már bármiféle ilyesmit, spoilert is, akármit, csak most egyelőre még ne tegyétek, kérlek. Na, de nem is húznám tovább az időt, nézzük is akkor, hogy mi történik ebben a harmadik fejezetben, őszintén szólva fogalmam sincsen, hogy mi fog jönni még ezután, de rettenetesen kíváncsi vagyok, úgyhogy... Most egyelőre még csak visszanézzük, ami eddig történt. Don't ever touch me again, freak! It totally makes sense. You hella saved my life. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. Second case. She is. How are you doing, Max? Hi, Joyce. I am so sorry about William. I have great memories of him. That was his gift to us. Wonderful memories. Let's talk about your superpower. Hey, it's Thelma and Louise. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Hát most kíváncsiak, hogy mi lesz egyébként. Please, step back. You're kidding. Put that down. Please, get me out of here! Max! Nobody cares about me. Nobody. Mindig annyira sajnálom, hogy ezt nem tudtam megcsinálni. Miss Coffey, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Please, tell us everything. What the hell is this? Max, there was no eclipse scheduled today. I believe you, Warren. I believe anything this Warren a kedvenc szereplőm. Na jó, meg Chloe. De Chloe kicsit fura. Na, gyerünk, hol a következő rész? Nem tudom, mi újat tudnak még egyébként mutatni. De biztos csak az én fantáziám kevés. Kíváncsi vagyok, hogy fogunk-e még foglalkozni Kate-tel, mármint hogy így visszaemlékszünk rá, meg ilyesmi lesznek-e bármi ilyesmi poszterek róla, vagy megemlékezések, vagy ilyesmi. De remélem nem onnan folytatjuk a történetet, amikor már túl vagyunk rajta, vagy napokkal később, vagy nem tudom, hanem hogy rögtön utána. Káosz teória. Igen, most szerintem még mindig kvantumfizikát tanulunk. Eddig is volt nyúlunk, hogy ez Kate-nek a nyuszia volt. Kate! Oh. I knew Chloe would be all over this, so I better get moving. You'll see.
I still can't stop thinking about Kate. It's like I'm awake in a bad dream. Hát igen. Én is így voltam vele egyébként, tehát konkrétan én így a saját kis lelkemben meggyászoltam Kate-et amúgy. Okay, this is scary dark. Let there be... És azóta van lelkismert furdalásom, hogy nem tudtam segíteni neki. De megnézem a szentélyt. Kate, I would give up my power if I could have another rewind to save you. I won't rest until we find out the truth. Mondjuk azért elég sokan hagytak itt mindenféle gyertyákat, meg ilyesmit ahhoz képest, hogy gyakorlatilag mindenki öngyilkosságba hajszolt a Kate-et. Bless your gentle soul. So much hypocrite. Igen, ezt mondom én is. Annyi képmutatás. God. That's like some awful TV crime scene in our dorm. Barikád szalag. Na jó, menjünk ki. Hát itt már nincsen szerintem semmi új. Á, még valakivel itt szerintem tudunk beszélni. Beszéljünk Dana-val. Hey Dana. How are you doing? I just can't stop thinking about Kate. And if this is my fault too. Depressziós volt, hibáztasd Victoriát, mindannyian felelősek vagyunk. Hát én mondjuk szerintem pont megszalek kevésbé, de ja, mindannyian. I think we're all responsible for what happened. Not you, Max. You were close to her. Hát most ha ő nem csesztette igazából Kate-et, akkor mondhatjuk neki, hogy ő kedves volt. Hoppácska, ezt lehalkítjuk. Jó, mondjuk neki. You were nice to Kate. That's all she needed from everybody else here. Tell that to Victoria and the Vortex Club. Dana, there's more to this than just Victoria and the Vortex Club being mean. So what exactly are you saying, Max? You think this has something to do with Nathan being expelled? Mi? Kirúgták Nathant? Ha! Erről lemaradtam az elején, csak azt tudom, hogy ott elment és beszállt egy kocsiba. I'm not sure yet, but I'm on it. Weird shit is going down at Blackwell, and I'm going to find out why. I'm getting scared now, but people here are still sneaking out tonight. What? Like, who? Victoria bounced out of here earlier, and now you, Sherlock? Not me. I need a break from today. Tök máshogy néz ki Dana, mint az elején. Dana. I'll see you later. Na jó. Oh, Victoria isn't here. Maybe I'll just wait. Dana's really hurting over this. Na jó, keresünk meg Chloe-t. Jó. Sok Szent János bogar, egyébként nagyon szeretem a Szent János bogarakat. Jó, itt most megint elmélkedni tudunk egy kicsit. Mikor mindig, ha leül, akkor visszaemlékszik dolgokra. Hát akkor nem. Most csak nem érti, mit keresett. Na, de megnézzük ezt a kis emlékműt Kate-nek. Jesus. I still can't believe she jumped. Na jó, menjünk a kampuszra. Principal Wells. Are you serious? I'm toast if he sees me. Nobody can expel me. Not yet, anyway. Hát akkor most hogyan surranjunk ki anélkül, hogy látna bennünket? Mindjárt kiderül. Look at me. Feeling sorry for myself. That smart son of a bitch has me trapped. They'll probably sue the Academy right out of Oregon. Jó, persze. Chloe. Max? Jó, van még egyébként. Itt van még egy pár. Harry, Max, nem akarlak zavarni, csak kíváncsi vagyok a hogy létedre. Tudom, hogy nehéz volt a mai nap, de többet tettél, mint bárki az egész iskolában. Büszke vagyok rád, és légy szíves, ne izgulj a kajád a miatt, de ha meg akarod nézni a majmok bolygóját, elmehetünk, és ha beszélgetni akarsz, itt vagyok. Kösz, Warren, még gondolkozom, legalább Nathant felfüggesztették, majd hívlak, Randy. Szegény Warren, hát sosem kapja meg a...
Hello, picsa. Feminácikat kinyírjuk, vigyázz. Ki vagy te? Nem tudom, ki vagy, de megtalállak és megöllek. Jó volt hallani a hangod, emlékezz, miről beszéltünk. Barát voltál, amikor senki más, és két meghozta a döntését. Így is többet tettél, mint amennyit kellett volna. Te vagy a hősünk, és nagyon szeretünk Maxin. Hív, ha haza akarsz jönni, vagy beszélni akarsz valamiről. Vajon mi történik, ha elmegyünk előtte, meg lehet? You're not supposed to be outside your dormitory at this hour. You know that. I'm sorry, Principal Wells. I'm still upset about Kate. I needed some air and space to walk. I'm sorry you had to go through that today. You tried to help, but... God damn it, Blackwell is my responsibility. And I let her and Kate down. Na most már lehet, hogy egy kicsit normálisabb lesz. Get some rest. It's been a shitty day. Good night, Max. Great. So how do I get past him to meet Chloe? Próbáljunk erről kerülni. Nem tudunk erről kerülni. Max, stop wandering outside and get back to your dorm. Oh, great. He saw me. Maybe I could sneak by when he was trying to open the door. Yeah, no. Great, he saw me. Maybe I could sneak by when he was trying to open the door. Jó, van, tekerem vissza, ne aggódjál. Max the Ninja strikes again. Mindig. Valahogy az első gondolatom sosem az, hogy ja, persze, vissza tudjuk tekerni az időt. Még mindig nem vagyok teljesen, nem emlékszem rá mindig tökéletesen. Na, hol vagy, Chloe? Utálom, amikor itt segíteni kell egyébként, akkor olyan butának érzem magam. Booyah! Oh, a frászt hoztad rám. Get it? Booyah. Like I'm a scary punk ghost. More like a scary and sensitive asshole. Chloe, I watched my friend jump off a roof today. I don't think you need to prank me tonight. You always trip out on me for not being there for you, but is this how you're there for me? I'm sorry, Max. I wasn't even thinking. I suck. I'm not trying to be a bitch, but I'll never get the image out of my head of Kate jumping off that roof. All because my power didn't work. It didn't mean shit. I know seeing Kate fall was horrible. I don't even know how to deal with that, so I just act like an idiot. But it's your badass power that's gonna bring all this to a close. We just need to connect the players. And find out who really killed Kate. We have to stop this from happening to anybody else. Oh yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay, right? Hát nézzük ezt a káosz elmélet dolgot. Didn't you say that it was all about chaos theory? I don't see any control over this chaos. Oh, right. Except for your ability to... Oh, yeah. Manipulate time and space? No, biggie. Csak az időt és csak Chloe, egy kicsit. I just feel weird about some of my decisions. Especially after I just got Nathan expelled. Dude, do not even torture yourself like that. Let's focus on looking for clues, okay? Kate-ről most. Right. For one thing, there's too much coincidence between the people around Kate and Rachel. Like Step Prick and Nathan Prescott? Szerintem sem csak ők, és egyébként is most már egész kezd kiderülni, hogy a mostohapja nem egy akkora nagy seggfej. Not just them. Yep. I just want to beat the shit out of those particular bros. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's... alive? Szerintem is, yeah. I have to think that, Chloe. Her spirit is so powerful here. Maybe too much power. Max, we have to find Rachel soon. We have to. I promise you we will.
Like you said, it's time to start the search for clues. Na, szeretek nyomozni. Now tell me what's your secret. Drum roll, please. I present the spare keys to Blackwell. Thank you, step prick. You are such a boss, Chloe. I just don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? We're in it to win it, Max. Lead the way. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Insert groan here. Ez nagyon rossz vicc volt, Chloe. Na, szóval most szerintem bemegyünk ide a suliba, és megpróbálunk... Hopefully the rest of the class will follow your lead. I'm sorry I was distracted. Nekik nincsen más dolguk ma. Victoria erre tud gondolni, amikor éppen... Thank you, Victoria. I imagine you're pretty upset over Kate as well. I'm like still in shock. I've never seen anybody die. I really cared about Katie. Katie? I had no idea you two were that close. Did she? Well, how does this affect the Everyday Heroes contest? It doesn't. The contest is still a go, and I still have to pick the winner to best represent Blackwell. I've got all the photos, except one from Max. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please. And, I haven't picked a winner yet. You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Just imagine if you picked my photo, though. Ezzel elég jól lehet, hogy sarolni, hogyha szemétkedik. That could be fun, don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something. As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat. This conversation is officially over, Miss Chase. No. I suggest you go back to your dorm. Wait! Ennyi. Ennyi. Jó, a sarkára állt a csávó. Most nem egészen értem, hogy pontosan mit tudtunk meg, tehát hogy milyen szívességet akarta Jefferson. So stupid. Just when I think Victoria can't get any more evil. Shit is about to get real at Blackwell. Let's go find out. Igen, rettenetesen nagy sok érhette, hogy meghalt Kate, láthatóan. Semmi másra nem tud gondolni, mint a versenyére. Chloe the Keymaster. You know it. Ennyi. Dude, I don't know about this. We're both already in so much trouble. Not to mention the weed you brought into my room. Joking. I'm serious. We're not kids anymore. We're breaking and entering. If I have a key, how can it be breaking? They get charges for just entering. I'm serious. We could go to jail. Not if I'm related to the head of Blackwell Security. Annyira nem kell félnünk, tehát tekintve, ha meglátnak minket, visszatakarjuk az időt, és kész. You can rewind if we get caught, right? You have mad powers, Max. Tell that to Kate. Ez mondjuk igazából, lehet, hogy én is beparáznék, hogy... Hogyha egyszer nem ment, akkor nem megy még egyszer. Na jó, nézzük meg itt a leveleket. There's no way David would get in Mrs. Grant's face. She'd shut his ass down fast. Tisztelt Miss Michelle Grant, mint a Blackwell Akadémia biztonsági főnöke a munkám és a kötelességem, hogy minden bázist fedezzek továbbá, hogy ezzel védjem a tanulókat. Tudom, hogy nem vagyok épp a tanárok és a diákok kedvence, de én garantálom a biztonságukat. Ez az első, amit szem előtt tartok. Mióta elfoglaltam a posztomat biztonsági főnöként, a statisztikák önmagukért beszélnek, akárcsak a 15%-os bűnözés csökkenés az iskolában. Tisztelem a fizikát. Tanári pozícióját, de nem érzem fernek, hogy olyan gyáva dologgal aláásni a biztonsági kamerák tervét, mint egy petíció. Remélem még átgondolja a petíció kérdését, és nem a Blackwell Akadémia lesz az utolsó iskola, ahol modern biztonsági rendszer működik. Üdvözlettel, David Madsen. Aha. Ez volt az? There's no way David would get in Mrs. Grant's face. She'd shut his ass down fast. Jó, akkor itt már nem tudunk többet nézni. Nézzük, mi van még itt.
security officer should have the key to the principal's office. He's hiding shit, like everybody here. Well, now we definitely have to get this door open. Believe it or not, I know a little about lockpicking, thanks to Frank. I might as well test out my thief skill. Go for it. We're already in this deep. Well, you could look for the key, just in case. Why, yes, I could. Megnézzük. Keressük. Nothing here. Még egy fiók. Dead end. Ja, még egy kávéfőző, néhány papír. Még egy fiók. Crap. Szerintem nagyon más nem tudunk megnézni. Sapka. Only a total phony would wear a crappy hat like that. Ó, oh, pulcsos szekrény, nézzük meg. None for the principal's office. No key for thee. We have to find another way in. Guess I didn't spend enough time with Frank. But I'll use my DIY lockpick tools while you come up with a better plan. My plan has a name. Hey, Warren, you busy? Oh. Just Bubbleheart, you'll be okay. Listen, I need your physics expertise stat. Without naming names, if somebody had access to the art and science labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, would you maybe kinda know how? Huh? No, I'm just asking for fun. Thanks, science guy. No, stay. We need you as backup. Just send the text instructions now. Oh, még Warrent is belekeverjük. Yes, I'm still all in to go ape with you at the drive-in. Thanks for the hope. This sucks ass. Goddamn door. Try not to wake up everybody at Blackwell. Sorry, Max. I got nothing. What about your plan? Na, nézzük. Ja, hogy most pontosan azt fogjuk csinálni, amikor robbantottunk. I might get on the other side of that door before you open. The race is on. See you soon. És más nem tudunk. Na, szóval Warrentől kaptunk. Figyeljen, 007, négy dolog kell. Cukor, dobozos kola, ragasztószalag, nátrium, klorát. Következőt kell csinálnod. Ó, kérdések, nátrium, mi a fasz? Csak egy por, amiből klordioxidot állítják elő. Na, erre hogy nem gondoltam, szóval most tényleg próbálom, csak próbálom, meghajlok a tudásod előtt. Aha. Ez tényleg elég MacGyver-es, na meglátjuk. Warren is such a classic nerd. Let's see if I can find those items. Valahol itt van, melyik a science, ez lesz a science lab. Itt nem kapcsolat, ja, nem, persze nem kapcsolhatunk lámpát. Ez graffiti, akvárium. So sodium chloride is a weed killer. You'd think Warren would have told me that factoid. Nem annyira látom, hogy innen bármit tudnánk szerezni. Igazából semmi sem világít felszedhetőként. Ó, oh, van cukrunk, jó, szuper. B-? Warren has shattered my faith. Of course, I'm barely... Ooh, sugar. Oké, okay, mi is kell még nekünk? Chloe? Hol van Warren? Miért nem találom Warrennek az SMS-ét? Dobozos kóla, ragasztószalag. Ragasztószalagot talán találunk. Hú, az hol is volt? Szerintem Jefferson óráján. Dobozos kólát biztos találunk egy automatában. Hát, nátrium klorát. Klorid, nem klorát. Klorid. You deserve way more than this for taking on Nathan, but
every little grade counts. Oh, átírtuk az osztályzatát. Reméljük nem lesz baj. Szóval biztos, hogy itt kéne találnunk ilyet. Valahol. Gyomírtó. Here's the sodium chloride box. Jó, és nem tudjuk elvenni? Megint le fog esni, és rá fog borulni. You know you're clumsy, Max. Don't waste your rewind power. Use the damn chair. Igen, látom, tanultunk már. Oké. Okay. Akkor ugye ragasztózz halatkám. Talán volt még valami, nem? Warren megint írt valamit. Ott vagy? Felrobbantál, Max? Itt vagyok, nem robbantam fel eddig, most koncentrálok, majd később beszélünk. Akkor nem volt itt még valami, ugye? Csak ez az egy. Jó, akkor ezek szerint ragasztószalagot nem innen fogunk találni. Akkor próbáljuk meg a... Nem, itt volt még valami. Fotó. Fotózzuk le. Ő mondjuk nem annyira illik a hétköznapi hősökbe, de... Ew, gross. At least switch to e-cigs. Na, szerintem Jeffersonnál találunk egy ragasztót. Ő pedig, ha jól emlékszem, a folyosó art class. Aha, itt van. This is like a scene in a horror film. Fénykép. Is valami fénykép, nézzük meg. I feel gross even looking at Nathan's work. But he does have some style. Ez mi? Oh, Kate. Even when you were sad, you tried to see the good in the world. Shit. Ja, ott volt még valami, kíváncsi vagyok Kate-nek a munkájára. Szerintem tovább lehetett. Daniel's a better illustrator than photographer. Victoria. That is pretty fucking sweet. How can I hate somebody that shoots like that? Na jó, még mindig ragasztót keresünk. Ragasztószalag, tudtam, hogy láttam valahol. The tape is mine. Oké, akkor már csak kóla. Only one more ingredient left. Azt gondolom, nincs itt, nincs. Jó, akkor megyünk, keresünk egy automatát. Vagy nem lehet a kukába benézni. Bár az lehet, hogy senki nem dobna ki egy teljes üveg kólát, úgyhogy végül is felesleges. Valószínűleg nem csak a doboz kell. Na, ha jól emlékszem, itt, aha, itt volt egy automata. Használd. Release the crack can. Na jó, vedd el. Ide már csak nem kell szék. It's all mine anyway. Szupi! Na. Now it's time to show Chloe that Max is the bomb. Take it easy on the door, Chloe. Let's try this instead. Boom! Literally. Yes! Time to blow shit up! Ez az a szó angolul, amit soha nem tudok kiejteni. If you'll light the candle. Literally. This is so cool! Ooh. Get ready to haul ass. Mondjuk, nem mintha ez nem tűnne fel egyébként bárkinek, aki itt a kampusz közelében van, vagy másnap. És nem tudom elképzelni, hogy meg se kerülne gyanúba, hogyha valaki berobbantja az igazgató szobáját. Erről beszélek. Here comes the whole Arcadia Bay Fire and Police Department. So what should we do? Hát mondjuk tekerjük vissza, és ne robbantsunk. Végre eszembe jutott elsőre, hogy tudunk visszapörgetni. Annyira okos vagyok. Na, gyorsabban már. Jaj, nem. Oh, most elrontottam. Azt hittem, csak azt fogjuk, csak beszélni fogunk tudni vele. Na, de most akkor ilyenkor mi van, hogyha nem tudunk neki szólni, hogy ha-hó, nem már? Hát, nem, még nem tudunk semmit csinálni. Like
Na jó, nézzünk körbe, mit találunk még. Squirrels like nuts. Does that mean Samuel is... Nah. Jó, nagyon nem látok más alternatívát, mint hogy ténylegesen használjuk a csőbombát, tehát lehet, hogy onnan kell valahogy úgy kijutnunk, és nem pedig a csőbombát kell visszatekernünk. Vagy hol van a riasztó? Azt kéne talán hatástalaníteni. El kéne vágni valami... Semmi? Ott. Ott. Ott se tudunk. Ott sem. Pedig vannak itt ilyen elektromos húzalok, meg ilyesmik. Ott van. Nem az? Nem tudjuk becsukni ezt az ajtót, és... azzal ott csinálni valamit. Tudja, hogy valahogy a riasztót kell megszüntetni előre, mielőtt robbantanánk. Mert semmi, tehát az, a Chloe-val nem tudunk beszélni, hogy megmondjuk neki, hogy hé, figyelj, itt gáz van, ránk nyakunkra jön mindenki, hogyha a csőbombát ellőjük. Na. Szóval próbálom megnézni, hogy mi az, ami egyáltalán opció lehet, de... You have to be shitting me. Here are the keys. None for the principal's office. Biztos sem tudunk ide se bemenni. Sehol nem tudunk bemenni. Nem, itt semmi más nem tudunk, csak a csőbombát. Na jó, valahol lennie kell valaminek, amit ki tudunk iktatni, ezt tuti. Poszterek. Semmi. Nincs sem. Szerintem egyébként ennyire biztosan nem kell kimenni. Tehát ha valahol kint van a szobából, akkor is max itt a bejáratnál. Ez idegesítő nagyon. Semmi. Az a baj, hogy semmihez nem lehet nyúlni, tehát hogyha legalább lenne opció, amivel próbálkozni lehet. Jó, mindenképpen a csőbombát kell megcsinálni, az már tuti. És körülnézek még egyszer mindenhol, és hogyha most se találok, akkor felrobbantjuk a csőbombát, aztán megpróbálunk utána alkotni valamit. Pedig vannak ilyen fura húzalok. Jó, hát én mindent megpróbáltam. Akkor próbálkozunk még egyszer a csőbombával. Take it easy on the door, Chloe. Let's try this. És azt mondom, hogy több értelme lenne ezt előre, de... Ah, tudom, hogy mit kell csinálni. Szerintem gyorsan meg kéne találnunk a kulcsot. Ennek a kulcsát, és utána visszatekerni a időt azelőttre, hogy felrobbantanánk az egészet. Vagy... Ah, hogy bent vagyunk és bent maradtunk, már értem. Jó, szóval vissza kellett tekerni az időt azelőttre, hogy robbantottunk, de úgy, hogy mi bent vagyunk, mert az viszont nem változik. Hogy ez miért nem jutott eddig eszembe? Hát jó. Azt hittem, a kulcsot kell megkeresni, és akkor kinyitni, de igen, erre nem gondoltam. Na, szuper. Szóval bent vagyok. Chloe valószínűleg éppen nem érti, hogy mi van. Oké, és akkor itt mit kell csinálnom? Szerintem itt most viszont tényleg kulcsot kell keresnem. De egyelőre semmit nem látok, amihez hozzá tudnék nyúlni.
De úgy semmit, semmit. Kinyit. Á, hogy onnan kinyitjuk belülről, értem. Akkor nem kell kulcs. Welcome to my domain. You are magic. I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister. The company I keep. Now, let's find what we want and beat it. My powers only go so far. Man, I can see why the principal locks this room up. Fancy faux art crap. He must want everybody to know he has money, but no taste. Igen, szerintem is elég ízléstelen ez a szoba. Na, most viszont már szerintem fogunk tudni. How can you trust somebody who has a fucking bronze bird in his office? I'm glad I was expelled. Yes, de most a csávót is kirúgták. Had a Monet or Picasso, you'd still be at Blackwell. Eat me. I'm gonna pilfer the papers on this ugly ass desk. Szóval szerintem nem jó ötlet felkapcsolni a lámpát. Okay, sure. It's ugly, but damn, is it a cozy chair. This is your chance to truly get all deductive and shit, Sherlock. Find us some clues about Rachel, or Kate, or Nathan. Anybody. I'm on the case. Keresünk. I certainly can't use this. Nem tudjuk használni a könyveket. Szóval fel tudtad robbantani, bombázó? Ó, kérlek, csak kíváncsi voltam, hogy tudod-e a választ a kérdésemre, és ahogy... És hogy láthassam a gyönyörű rajzod. Oké. Okay. Looks like an oil painting spill. Awful. Look at this pile. Meg kéne keresni azt az aktát, amit a végén tettek fel. Weird. This asshole has a spotless record. Oh. Like I'm not gonna read my own personal file. Tanulói adatlap Maxine Caulfield, tanulmány átlag 2,8, rövid összefoglaló. Max azt szeretik, ha így hívják, alternatív, csendes és illedelmes tanulónak tekintik, meg annyi lehetőséggel a fotózásban. Tanulmány átlaga ingadozó, ő is elismerte, hogy tudna jobban is teljesíteni. A tanári visszajelzésekből kiderül, hogy csendes és intelligens, mindazonáltal néha feszült és túlzottan kíváncsi. Néhány tanár szeretné, ha többet beszélne órán és jobban szem előtt tartaná a saját érdekeit, mások azt szeretnék, hogy ne, de ez csak egy közös tanulói javaslat, nem konkrét ajánlás. Fejlemény. Annak ellenére, hogy újabb konfliktusai voltak a biztonsági személyzettel, Max megpróbálta megakadályozni. Istenem, ezek egybeirandók, hogy két más leugorjon a tetőről, és életét veszítse a tegnapi nap folyamán. Folyamatban van egy rendőrségi vizsgálat, de Max bátorsága vitathatatlan. Oh. This file is going to be so spotless, a projectile vomit. Rövid összefoglaló, Victoria Chase a Blackwell Akadémia aranyfokozatú tanulója, folyamatosan magas tanulmányi eredménye rendelkezik, ami tükrözi a fotó karrierista céljait. Magas pontszám illeti az iskolán kívüli tevékenységeit is, odaadással képviseli a Vertex Clubot és egyéb szervezeteket a Blackwell szellemében. I have to make sure Warren doesn't have a criminal background. Na nézzük, Warren példás tanulónak tartják, kitűnő tudományos ismeretekkel képviseli a Blackwell-t. A tehetsége nagyban múlik a tanárai szakértelmén. Vannak, akik azzal vádolják, tudományos tréfákat csinál, de ezt tanára Miss Grant nem erősítette meg. Ha továbbra is így folytatja, fényes tudományos jövő áll előtte. Szuper. Only two more files to go. Na és itt most mit találunk? Rachel doesn't seem so troubled based on all this. Na nézzük. But there's not much here about the police investigation. Fejlemény. Sajnos Rachel abba hagyta az óra látogatást. Nincs kapcsolata a diákokkal és az iskolával a múlt hónap óta. A szüleinek nincs tudomása a hollétéről, a Blackwell reméli a visszatérését, hogy folytathassa tudományos kiválóságát. Rövid összefoglaló, Rachel Imbert az iskola kiemelkedő tanulói között tartják számon, de az iskolán kívüli tevékenységekben is kiemelkedik. Népszerű a tanulók és a tanárok körében egyaránt, tényleges jogosult az ösztöndíjra, vezetői képessége fémjelzi a Blackwell örökségét. Változatos céljai közé tartozik a karrier a nemzetközi jogban és a divat modellezésben. Kétségtelen, hogy el fogja érni álmait, amikhez Blackwell jó alap lehet. Velsz igazgató. Én vagyok az a kicsi Chris Rossi.
Én csak azt akartam, hogy tud Rachel Amber vizsgálat hivatalosan lezárták a mi oldalunkon. Mindig abban reménykedünk, hogy akad egy varázslatos nyom, de aztán Arcadia Bay felfed egy újabb titkot. Ó, annyira idegesítenek ezek a külön írt szavak. Mindig nyitott szemmel és füllel járjunk, de ez minden, amit most tehetünk. Köszönöm a segítségedet. Chris Rossi, Arcadia Bay rendőrsége. Na, úgy tűnik nem sikerült lenni, mit adom a mobilomat. Ki van még itt? Damn, I don't blame the principal for expelling Chloe. Ja, Chloe mondta. Bad Chloe. Igen, problémás diák, annak ellenére a Blackwell tanári kara és vezetősége mindent megtesztek annak érdekében, hogy a helyes irányba tereljék. Kevés házi feladatot csinál, és gyakran szándékosan ellenséges a tanáraival. Számos osztályon belül vitát vált ki, durva megjegyzéseket tesz diáktársaira. Nemrég felfüggesztést kapott a parkolóban való grafitizés miatt. Habár Chloe egy intelligens diák, számos lehetőséggel még így is, mégis úgy dönt, elpazarolja a tehetségét a világ és a rendszer elleni lázadásra. Aha. Na, akkor ki van még? Let's nab this last file, Sherlock. Always wanted to say nab. Most ez like már I'm meg not gonna ja, read igen. My own personal file. Ja, itt mintha már lettünk volna, aha. Na jó, nézzük még, hogy... Whiskys üveg, na keressünk itt. And nothing here. Whiskys üveg, az nem tudok mit csinálni. Nézzük meg. I'd drink too if I was the principal of Blackwell. Ja, könyvek. Wowzer, this will so not come in handy. Kate aktája megtaláltuk. This pretty much sums up Kate. Shy and sweet. And in the wrong place. Kate más képviseli a legjobban a Blackwell Akadémia tanulóit, változatlan kiemelkedő átlagával, optimista hozzáállásával, csendes munkamorájával. Iskolán kívüli tevékenységét az ételkeréken programban a KB... Seven News is elismerte. A hittan csoportja beállt a többi Blackwell spirituális csoport közé. Neki van a legjobb jelenléti átlag az iskola történelmében. Wells igazgató, mint az iskola nővér, tájékoztatom, hogy két máson egy korábbi érzelmi vagy pszichikai trauma jelei mutatkoznak. Csak röviden tudtam vele beszélni, de akkor is ideges és bizonytalan volt, és alig akart válaszolni. Úgy érzem, fontos lenne rajta tartani a szemünket, és megbizonyosodni, nem tartják-e az osztálytársai nyomás alatt, ahogy azt gyanítom. Üdvözlettel, Anne-Marie Barenci. Frissítés. Jelenlegi biztonsági nyomozás folyik egy vitatható videóval kapcsolatban, melyen állítólag a két más látható egy a Vertex Club által szervezett bulin. A videó a, videó a tudomása vagy beleegyezése nélkül került fel az internetre. Kétet a parti ideje alatt kérésére kórházba vitték. Részleteket a mellékelt fájlokban talál. Jó. Oké, akkor megvan minden. I should go join Chloe now. Max? You better come check out these files. Nathan accuses Rachel of bringing drugs on campus, and my step troll went along because he thinks Rachel was a bad influence on me. Assholes. If David is teaming up with Nathan Prescott, that's a bad sign. Nathan Prescott III. Ooh, he's so money. And you know the Prescotts dropped major bank to bury Nathan's real file. Look, it reads like a rap sheet. Bad grades, teacher complaints, secret probation. But I was expelled? At least Nathan was finally suspended. Check out that note. Open it. It's just some crazy drawing. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Me? Over and over. That's it. That's fucked up. What does this even mean? Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Whoa, wow. Listen to this. David M. always asks what's going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. It's pretty cryptic. No, it sounds like they formed some sort of weird team, the Super Hebrews. Jesus. David was stalking David hassling me, and now we know he was all over Rachel, too. Oh, we are so going into his garage files. Plus, I'm getting a little paranoid in here. We got our info, let's bail. Cool. But maybe we shouldn't leave without a gift. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, it's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely get out of here. We pressed our luck enough. Hello, what have we here? Nah. Holy shit! Jackpot! Cha-ching! Wow, sir. That's a lot for the handicapped fund.
Dude, there's $5,000 here. I could pay Frank back tonight. This'll chill him out after our knife showdown. Nem, semmiképpen nem kéne elvinnünk ezt a pénzt. Are you gonna make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself? I hope you do that instead of lecturing me. Nem, semmiképpen ne vigyük el a pénzt. Ezzel sokkal nagyobb bajba keverhetjük magunkat. You really want to take money from the handicapped fund? I know you need to pay Frank back, but I've got my power to protect you, right? There's a lot of power in that horse choking wad of cash. Megoldjuk. But yes, Moral Max is right again. I guess. Let's get the hell out of this office morgue. Mert ha kiderül, hogy itt jártunk bármilyen formában, már azzal rohadt nagy bajba keverhetjük magunkat, de ha elviszünk $5,000. Ah. Tényleg a ronda ez a rusnya kis madárka. Még megnézzük ezt a levelet. That is so cool that my signature actually counted. Go, Miss Grant. Aha, szóval a Miss Grantnek a petíciója sikerre járt. Na, de menjünk is. That impish look scares me. Engem is. Care for a midnight swim? The Blackwell pool is out swimming? You want to take that risk now? It's been a cray week. You didn't let me take that money to pay off Frank, so if he pops a cap in my skull, at least allow me to have a little carefree fun for a few minutes. Splish splash? You're right. Még most rohadt szívesen fürödnék egy medencében, de... Splish splash. Did you actually just say hella? I think I'm a good bad influence on you. Hát, mondjuk, ha már megúsztuk ezt az egész betörősdit mindennel együtt, én azért valószínűleg nem mennék be. Örülnék neki, hogy megvan minden, amit akartam, és nem kaptak el. We're in the otter's lair. Big fucking deal. I want that heated water. We still have to play it cool, okay? I still go to school here. You can own this hellhole once you figure out your rewind power. Chloe is so psyched for girls' night out, so I better follow her evil plan. Boys or girls? Girls, of course. Girls? Ooh la la. Let me check to see if the pool's heated. No? Hozzáad. Mit? Mi az, hogy hozzáad? I hope the otters will survive. If only I could solve the mystery of the missing cat pics. I actually don't have the time to investigate this caper. Na jó, és most hogy megyünk be? Ja, nem ide kellett bemenni? Itt mentünk be. Itt van egy szokni. És ez miért jó nekünk? Where does that other sock go? This isn't a desperate cry for attention or anything. No. Max, try to find the light for the pool. I want to see the sharks. Otters don't like sharks. They bite. So do I. Hit that light. Hol van a villanykapcsoló? Oxigénpalack. Nem. 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 Tudja, hogy rossz irányba indultam el, és soha nem jutok oda. Tudtam, biztos voltam benne. Sem mindegy. Jó, itt még mindig nincs semmi. És nem a falon kéne keresni amúgy a villanykapcsolót? Vagy én ezt nem értem? Na, ne szórakozzatok már, most itt tényleg nem tudok visszamenni. Hát, megvan. De most seriously. Szappanadagoló tükör, ez mondjuk annyira nem segít. Sorry, Rachel.
Ooh, pink goo. I see why everybody brings their... Hello, gorgeous. You wish, Max. You just look like a snoop. Ó, szuper, most tényleg azon fogok szívózni, hogy hol kell fölkapcsolni a nyomvat lámpát. És ez komoly. Hiszen megmondhatta volna, hogy hol keressem egyáltalán. Ez a másik oldali, és szerintem tök ugyanoda. Ja, ez a fiúké, aha. Szerintem teljesen ugyanoda lyukadunk ki. Aha, nem a fiúk szekrényéhez mentünk. I guess I should consider this evolution. Kinek van még itt szekrénye? I guess somebody forgot their Blackwell spirit. Sometimes. Ecigi. Some poor hipster lost their vape. Nathan szekrénye. It's okay for Nathan to be hooked on these drugs. Oh, wow. Oh, Warren. Na, erre kíváncsiak utána, Warren szekrényben. Betty developed that in Jefferson's class. But why? Tényleg ennyire buta vagy, kedves Max? Szerintem egyértelmű, hogy miért. Na jó, én kb. Feladtam, tehát, hogy itt körbejártam eddig háromszor, és nem találom a villanykapcsolót. In case I run out of air, I know where to come. There has to be a control panel for the lights around here. Ah, most komolyan, ezt eddig miért nem találtam meg? Kapcsolószekre... Baszki. Hát te, hol volt ez a szoba? Én úgy emlékeztem, hogy mindent végignéztem itt, ami volt oldalt, és ezt valahogy nem láttam. Na mindegy. Lényegtelen, ez legyen a legnagyobb problémám. Chloe hozott magával fürdőruhát? Ő ezt így tervezte? Na, én nem tudok beugrani? Ó, de beugranék. Time to do or dive, Max. Hát, akkor menjünk be. Oh yeah, baby, it feels like a hot tub. Too bad you made me feel like the queen of assholes because I wanted that cash stash. Tell me you're not gonna stand there watching me like a zombie. Don't you dare! Come stop me, hippie! Okay, you asked for it. Ó, oh, hogy ez nem is fürdőruha, csak. Why look, an otter in my water. Dun 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 dun. You are so obvious. And I still get freaked out by that movie, so stop. I can't even watch any of those shark shows. Remélem, legalább ettől nem kapják el őket. De annyira jónak tűnik, most úgy szeretnék egy ilyen jó kis medencében lenni. I'll just rewind and harpoon you. Otter's revenge. Cheater. Yeah, you wouldn't know about that. I wish Rachel was here. She would totally love being in here at night. Wish you guys had met each other. We will. With all this stuff going on, I'm starting to think everything is related. And I want to find out why for Kate's sake. She didn't deserve to die. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. You know what I mean. You're becoming like this force of nature. More like luck of nature. Come on, my power failed trying to rescue Kate. Maybe I'm just stumbling back and forth in time. For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max. Hát, nem. Szerintem... Not that time. But that's because you were there to kickstart my power. So it's time to start moving forward in time. And we're obviously connected, since without me, you would have never discovered your power, right? Ennyi. Absolutely. You make me feel like I know what I'm doing. And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay. I hope so. Stop being so goddamn humble. You're like the smartest, most talented person I've ever known. More than Rachel Amber? Dude, I'm not her groupie, okay? I'm sure you have Blackwell bros all over you. Like Warren. Warren is... nice. Nice? Ouch. That means friend zone.
No, annyira nem esik le neki. It was so sweet when he stood up to Nathan. But I haven't told him about my rewind power. Pedig kéne. Once you get over yourself, you're gonna make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. Now I'm getting cold in here. Because we're yapping instead of attacking each other, otter versus shark style. I think I've had my pool experience for the year. Let's jump. Yeah. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. Neki most nem egy jó meleg fürdőt vennék így egy fűtött medencében, hanem inkább egy jó hideget. Még mindig 35 fok van. Gross. I feel like we just went swimming in Chlorine Bay. You look cute with your hair soaked in chemicals. Thanks. You would know. Neki nem jött ki a kék aljába? Uh-oh. Hide! Lassan ki kéne menni. Hol van Chloe? Move, Max! Don't waste your power on getting busted! Are you shitting me? Oh, tudtam, hogy ő lesz az. Dude, hide! Like when we were kids. I could use my power. Or just look for a hiding spot. Or both. Where are they? Hello? De hova bújjunk? Jaj, ne. Mindenhol ott van. Nem tudok bebújni egy szekrénybe. Na, nem tudok most semmi fele sem menni. Hello? Anybody there? Ne gyere be! Ne gyere be! Miért nem tudok menni? Better not try any Halloween pranks after today. I'm serious. I heard something over here. Tehát... Hey! Tulajdonképpen hova menjek? Na, tekerd már gyorsabban. Jó. Ebben nem tudunk bebújni. Ebbe a szucba itt. Ide, ide, ide. Hello? Hát, maximum ide, mert hogy arról közelített a csávó. És Chloe tulajdonképpen hova bújt? Aha, most ott be fog jönni. Hello? Anybody there? Ó, nem, hülye vagyok, amikor... akkor kéne elmenni valahova mögé. Better not try any Halloween pranks after today. I'm serious. I heard something over here. Who's here? I got a flashlight and a stick. Hey! Ah, a fenébe. Ja nem, mert ő így is vissza fog menni. Nem, nem. Aha, hátam mögé kerültem. Ezt akartam csinálni pont. Who's here? I got a flashlight and a stick. Bebújtunk ide valahová? Ez megint nem lesz jó szerintem. Na most mi van? Elment. Jó van, most már nem kell elbújnod. Elment. Még odakint van. Ott van Chloe. We are so invisible. Let's bail. Remélem, most már tényleg sikerül nekik lelépni. Wait, turn around. They're coming. We have to find another way out. Oh, this is bullshit. You can't go back to your dorm now. You're a Blackwell fugitive. Crash at my place tonight. You want me to crash where the Blackwell security officer lives so I'll be safe? Okay. Into the car. Igen, egyébként, hogyha itt van a medzen, akkor hogy nem veszi észre, hogy itt van a Chloe-nak az autója? Na mindegy.
Yes, we so are. Yay! Na, és most kell megkeresnünk a fájai között a csávónak az utolsó, ezeket az aktákat, amiket ő vezetett.